A Szociág Nonprofit Kft. Szociális és egészségügyi szolgáltató tevékenységet végez, és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosít Dél-Dunántúlon. Többek között a Baranya megyei önkormányzat is adott át intézményt fenntartásra a civilekből álló szervezetnek. Így Őri László, a közgyűlés elnöke is a meghívottak között volt a 15. évzáró rendezvényen. A Szociág elmúlt másfél évtizedes fennállása és lépésről lépésre történő bővülése az azt mutatta meg itt Baranyában, és ezzel országos szinten is jó példát adtunk egyébként, hogy az állam és az önkormányzat, valamint az egyház mellett bizony tud szociális intézményt sikeresen fenntartani egy civil fenntartó is. Az intézményt a kezdetektől vezető Kocsis József kérdésünkre elmondta, hogy szederkényből indult a kezdeményezés, mely szerinte mára jónak bizonyult. Egyre több és több település tudott a szervezethez kapcsolódni, mára 10 bentlakásos intézményt tartanak fent. Akkor ezt többen egyfajta csodának tartották, ahogyan a szederkény idősek otthonát sikerült egy új irányba helyeznünk. És ugye az volt az első, amit átvettünk annak idején a megyei önkormányzattól, együtt a Tumló Mecsek János időskorúak otthonával. A Mecsek Jánosi otthon akkori vezetője máig figyelemmel kíséri a Szociág Kft. Tevékenységét. 15 éve nyugdíjban vagyok, de mint szociális munkás soha nem lehetek nyugdíjas. Amikor lehetett, akkor továbbra is támogattam alapítvánnyal, volt egy alapítványunk, amivel segítettem az anyagi nehézségeket. Végül is nem beszélve arról, hogy leányom vett át a stafétabotot, ő van most a helyemen. Kardos Ferencné hozzátette, nem véletlen, hogy az asztaloknál szinte kivétel nélkül hölgyek ülnek. A hölgyek, asszonyok érzik át ennek a munkának az igaz lényegét. Az ünnepségen elhangzott, hogy a járvány alatt kivétel nélkül helytálltak a fenntartott intézmények. Minden szociális területen dolgozónak komoly köszönetet mondtak az azon időszak alatt végzett kitűnő munkájukért.